Nincs mód az olasz kormány koalíció nézeteltéréseinek rendezésére, ezt jelentette be Matteo Salvini, olasz belügyminiszter, miniszterelnök helyettes. A Liga párt vezetője szerint egyetlen lehetőség maradt, új választásokat kell tartani, mivel a Liga és a vezető koalíciós párt, az Ötcsillag mozgalom szinte már semmiben sem ért egyet. Az elmúlt hónapokban számos nemet kaptunk, például az észak-olasz autonómiára, igazságügyi reformokra, olajkutatásra, vagy most a Lyon és Torino közötti gyors vasútra. Egy-két nem még rendben van, na de ennyi már nem. Nem azért kerültem a pozíciómba, hogy hagyjam megbénítani az országot, hanem azért, hogy teret adjak az olasz emberek akaratának, hogy az olaszok mondhassák meg, mit szeretnének. Nem azért teszem a dolgom, hogy minél tovább megéljek belőle, mondta Salvini egy tömegrendezvényen. A belügyminiszter csütörtök délután a római miniszterelnöki palotában tárgyalt a kormányválságról az Ötcsillag mozgalom vezetőjével és Giuseppe Conte miniszterelnökkel, aki úgy foglalt állást, a belügyminiszter dolga, hogy parlamenti képviselőként és pártvezetőként elmagyarázza az országnak, azoknak az embereknek, akik hittek a tervekben, a változásban, miért szándékozik hirtelen felmondani a kormánykoalíciót. Le ragioni che lo inducono a interrompere anticipatamente, bruscamente, l'azione del governo. A parlamentben és az olasz embereknek is igazat kell mondanunk, nem bújhatunk retorikai eszközök és médiaszlogenek mögé, mondta Conte. Dichiarazioni retoriche, slogan mediatici. Az Ötcsillag mozgalom vezetője Luigi Di Maio a csütörtöki tárgyalások után úgy nyilatkozott, pártja nem tart az új választásoktól, amelyekre készen áll. Szürreálisnak tűnik számomra, hogy kéthetes strandturné után Salvini visszatér Rómába, hogy padlóra küldje a kormányt, és azzal vádolja a parlamenti képviselőket, hogy azok nem dolgoznak, nyilatkozta még Di Maio. Az olasz parlamentet jövő héten hívhatják össze, hogy bizalmi szavazást kezdeményezzenek. Sergio Mattarella államelnök ezután dönthet a parlament esetleges feloszlatásáról és új választások kiírásáról. Közvéleménykutatások szerint ennek esélye sem most a Liga lenne.